Kedves negyedikesek, üdvözöllek benneteket a mai matematika óránkon. A mai órán folytatjuk tovább az osztás kéthegyűt számmal című témánkat. Kezdjük is a matematika órát, készítsd elő a szükséges eszközeidet. Nézzük, mi volt a házi feladat. A 430. feladathoz ez a kis séma talán segítséget nyújt, és a megoldás a kecskegéda sebessége 120 méter per perc. Nézzük a három osztást. Írásban így kellett elvégezned, remélem neked is hibátlanul sikerült. Nagyon ügyesek vagytok. Most egy kis láncszámolás következik, de nem fogom most nektek olvasni hangosan. Csináljuk ezt most együtt zenére, egy kis tavaszi zenére. Tudom, hogy gyorsak lesztek. Most mennyi lesz a maradék? Készíts ki a színes ceruzáidat, és arra kérlek, hogy a maradékok színét itt látod. Ha egy lesz a maradék, pirosat rajzolj a füzetedbe, ha kettő a maradék, rózsaszínt, ha sárga, sárgával egy, ha három a maradék, és ha négy a maradék, akkor egy zöld kört, ha öt a maradék, akkor egy szürke köröcskét, és ha nincs maradék, vagyis nulla a maradék, akkor egy kék köröcskét rajzolj a füzetedbe. Ezzel a szóbeli számolással kezdjük. 30 osztva 6-tal, ugye 5, de maradék? Nincs. 32 osztva 6-tal, maradék már van, tudod mennyi? 23 osztva 6-tal, itt is van maradék, ugye tudod mennyi? 14 osztva 6-tal, maradék lesz. 6 osztva 6-tal. Vigyázz, itt nincs maradék, vagyis nulla. Itt is lesz maradék. Itt is. És itt is. Na nézzük az ellenőrzést. Ha ilyen sorrendben rajzoltad a színeket, akkor te is tudsz helyesen osztani. Nagyon ügyesek vagytok. Most a tankönyvünkben nézzük meg a 432. példát, és kerekítsük az alábbi számokat tízesekre. Emlékezzünk vissza a kerekítés szabályára, hogy abban az esetben, amikor az utolsó számjegyünk 0, 1, 2, 3 vagy 4, akkor ugye lefelé kerekítünk, ha pedig az 5-től nagyobb 6, 7, 8, 9, akkor felfelé kerekítünk. Na nézzük akkor. 7 tízes, vagyis 70. 92 megközelítőleg 9 tízes, vagyis 90. A 89 megközelítőleg 90. A 34 megközelítőleg 3 tízes, vagyis 30. A 71 megközelítőleg 7 tízes, vagyis 70. A 18 megközelítőleg, az 2 tízes, vagyis 20. Ezt csak fejben végeztük el az ötös kerekítés szabályainak használatával. Most a 433-at próbáljuk megoldani próbálgatással ezeket a hányadosokat, hogyan is gondolkozzunk. A 72-t elosztani 24-jel, az 3, mert 24-szer 2 az csak 48, de 24-szer 3 az 72. Tehát kipróbálom, hogy melyik hányados felel meg. 141-et elosztok 47-tel, az 3, mert 47-szer 2 94, de 47-szer 3 az már 141.
A 128-at elosztom a 16-tal, az 8, mert 16x2 az csak 32, 16x3 az 48, 16x4 az 64, 16x5 az 80, 16x6 az 96, 16x7 az 112, de 16x8 az 128. Tehát végig próbálgattam, hogy melyik hányados felel meg. És nézzük az utolsót. 87 és 29 hányados a 3, mert 29x2 az csak 58, de 29x3 az 87. Ügyesek vagytok. Most nézzük meg a maradékos osztásnak az algoritmusát, a 434. példában a tankönyvből, és vizsgáljátok meg, hogy hány számjegy van a hányadosban, és miért, és mutatom nektek az ellenőrzést is, hogy tényleg 30 szorozva 13-mal, és a 6 összege az 396. Most végezzük el a maradékos osztást a füzetbe a 435. példából, és utána pedig ellenőrizd. Ha elkészültél, beírtad, akkor mutatom a megoldást. Íme ezek az eredmények, és az ellenőrzés így néz ki. Remek munka. Vizsgáljátok meg a 436-ban, hogyan végezték el a kétjegyű számmal való osztást. Tekintsétek át. A magyarázatom egy másik osztáson keresztül történik. Nézzétek meg, hogy én hogy osztottam el a 462.240-et 72-vel. Meghatároztam az első részosztandót, a 462-t. Innen már tudom, hogy a hányados 4 jegyű lesz. Látjátok, kipontoztam. És 46-ot elosztok 7-tel, az ugye 6. Mivel 46-ban 7 megvan 6-szor, 6x72 az 432. A maradék az 30. Kivonom, leveszem a következő részosztandót, a 2-t. Elvégezzük az osztást a tanult módon. Az utolsó részosztandó a 0. A 0 osztva 72-vel az 0. A hányadosban az egyesek helyére írjuk a nullát. Az eredmény 6420. Tehát nem szabad elfeledkeznünk a nulláról sem a hányadosban. Ismételd meg az írásbeli osztás algoritmusát, megkeresed, elosztod, leírod, visszaszorzod, kivonod, és lehozod a következőt addig, míg el nem fogynak az osztandók. Nagyon figyeljetek, most a nulla középen fog szerepelni a hányadosban. Nézzétek, hogyan osztottam el a 31.496-ot 62-vel. Meghatározzuk az első részosztandót, ez a 314. A hányados tehát 3 számjegyű lesz. A 30-ban a 6 megvan 5-ször, 62-t, ha megszorozom 5-tel, az 310, a maradék 4. Levesszük a 9-et, 49-ben a 62 nullaszor van meg. A nullát beírjuk a hányadosba, nem szorozzuk vissza, levesszük az utolsó részosztandót, a 6-ot. 49-ben a 6 megvan 8-szor, visszaszorozzuk, 8 szorozva 62-vel 496, maradék nincs. Az eredmény 508. Most végezzétek el ti is az osztást a 437. példából. Mikor elvégezted a három osztást, akkor ellenőrizd szorzással. Utána közösen megnézzük, hogy csináltad meg. Nézd, ezek az eredmények. Most nézzük az ellenőrzést írásbeli szorzással. Így néz ki az írásbeli szorzásunk. Remélem, hogy nektek is sikerült. Ügyesek vagytok. Most mondd el helybenfutás közben a hatos szorzótáblát, egy kicsit mozogjunk. Akár a csuklódat körözd a test előtt lassan, majd gyorsan, és mondhatod ezt a kis versikét is, hogy lassan forog a kerék, mert a vize nem elég. Gyorsan forog a kerék, mert a vize már elég. És most nézzünk egy feladatot, a 438.
A kisfiú 178 grivnyát fizetett egy könyvért és egy jegyzetfüzetért. A kislány ugyanilyen könyvet és két jegyzetfüzetet vásárolt. Az egészért 273 grivnyát fizetett. Határozd meg a könyv és a jegyzetfüzet árát. Ez a kis rajz segít nektek a könnyebb megértésben, hogy a kislány a könyvet és a jegyzetfüzetet ő is megvette, viszont egy jegyzetfüzettel többet vett, tehát ebből kell kiindulnunk. Vagyis a megoldásunk az első művelet. A teljes összegből, amit a kislány fizetett, kivonom azt, amit a kisfiú fizetett, így megkapom, hogy mennyi a jegyzetfüzet ára. 95 grivnya. És ha 178 grivnyából elveszem a jegyzetfüzet árát, megkapom a könyvárát. Felelet: a jegyzetfüzet ára 95 grivnya, a könyvára 83 grivnya. Ügyesek vagytok. Nézzük a következő feladatunkat, a 439-et. Három azonos munkásbrigád 5 nap alatt 1 km 770 méter utat aszfaltozott le. Hány méter utat aszfaltoz le egy brigád 2 nap alatt? Egységhez visszavezetős feladatunk, rövid beírással talán így érthető. Ez a három csapat, vagy más szóval ez ugye brigádként szerepel, 5 nap alatt 1 km 770 métert aszfaltoz le. A másik csapat, vagyis csak egy csapat, 2 nap alatt akkor hány kilométert? Az első lépés, alakítsuk át az 1 km 770 métert csak méterbe. Így könnyebb dolgunk lesz az osztásnál. Átalakítottuk, majd elosztjuk 5-tel. Az 1770-et ha elosztjuk 5-tel, akkor megkapjuk azt, hogy a három brigád egy nap alatt mennyit aszfaltoz le. 354 métert. Ha 354 métert elosztom 3-mal, akkor megkapom azt, hogy az egy brigád mennyit végez el egy nap alatt. És innentől már könnyű dolgunk van, mivel 118 métert aszfaltoz le egy brigád egy nap alatt, akkor egy brigád két nap alatt kétszer ennyit. Felelet: 236 métert aszfaltoz le egy brigád két nap alatt. Nagyon ügyesek voltatok. Foglalmazzuk, vagy foglaljuk össze, hogy mit tanultál meg ma, mi az, amit gyakoroltál, mi az, amiben még úgy érzed szükséged van a gyakorlásra. És nézzük, mi lesz a házi feladat. A 440. feladat és a 441. példa. Itt végezd el az osztást és ellenőrzés szorzással. A 440. feladat pedig hasonló ahhoz, amit most végeztünk el az aszfaltozással kapcsolatban. Csak itt a brigádok vagy csapatok más szóval körtét szednek a gyümölcsösben. Nagyon örülök neki, hogy együtt számoltunk. Köszönöm a figyelmeteket. Most már ti is menjetek a szabadba. Sétáljatok egy jót. Élvezzétek a természetet, és tudjátok, hamarosan holnap madarak és fák napja, úgyhogy figyeljetek a madárcsicsergésre. Kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek!